Tényleg megint is el lehetett volna szebben. Hát nagyon jó, nem is kérdeztük, hogy mire gondoltam, hogy hova lőjön, nem is gondolkodtam csak azon, hogy ezt meg kell fogni, tehát ez tényleg így volt méltó, azt hiszem én is a pályafutásomhoz. Úgy jöttünk ide az egész csapat, hogy mi ma beszeretnénk fejezni a bajnokságot, meg szeretnénk nyerni a meccset, és nagyon sok hibával játszva, de egymás segítve és csapatként, úgy gondolom, hogy nagy csapatként játszva ma, mindenki segítette a másikat olyan pillanatokban, amikor vezetett a Fradi, akár egyel, kettővel elment, mindig volt valaki, aki tudott egyet rántani a csapaton, és ez nagyon kellett hozzá, és hát egyértelműen azért szerencse is, nem kevés, hát a végén mondjuk azt nem mondanám szerencsének, hogy Pálinger Katalin megfogta a hetest, mert ebből is látszik, hogy mekkora ember, mekkora sportember, és így befejezni egy pályafutást, tehát az nem minden nap, én úgy gondolom, hogy egy irigylem is érte, de hiányozni is fog közülünk a pályáról. Nem is számítottuk másra, főleg úgy, hogy a Fradi egyébként is remek formában van, pozitív töltettel érkezett ebbe a meccsbe, ami önmagában egy pluszt ad, a hazai pálya szintén egy pluszt ad, ezért inkább azt mondom, hogy tőlünk volt nagy dolog az, hogy egy ilyen csalódott meccs után, mint ami hétvégén ért minket, összetudtuk magunkat szedni és profiként följönni és küzdeni és mindenki hozzá tud tenni a sikerhez. A Fradi nagyon feljött és látszik, régóta együtt játszanak, nagyon nagy csapat szellemmel, úgyhogy tényleg ők nagyon együtt vannak és ezért is van ez. De nem is baj, hogy tudunk szorosan meccseket játszani, és jövőre is ez szerintem így lesz, hogy nagyon nagy harcokat fogunk vinni egymással. Szerintem így felesleges arról beszélni, hogy időn ötször győztük le őket, annak ellenére, hogy nagyon nagy dolog, hogy megnyerték ismét a kekket, és tiszta szívből gratulálok mindenkinek. Azért az nem volt kérdés ebben az évben, hogy melyik a jobb csapat. Kárpótol valamennyire ez a bajnoki arany az elszalasztott Bajnokok Ligája döntő után? Kárpótolni nem mondanám, hogy kárpótol, mindenképp meg szerettük volna nyerni a bajnokságot, ugye 3 cél tűztünk ki, abban ismét csak 2 sikerült sajnos, és mindig ott van még az az űr, de én nagyon bízom benne, hogy egyszer BL-t fogok nyerni, most már nem mondom, hogy jövőre, vagy valamikor, egyszer fogok BL-t nyerni, ebben biztos vagyok, de most ez volt a legfontosabb, hogy egyáltalán megszerezzük az indulásnak a jogát, hogy megnyerjük a bajnokságot.